Sziasztok, Andi vagyok, és nagyon örülök, hogy itt vagytok. A mai videóban elhoztam nektek 10 különös, érdekes tényt a szinkron világából. Hogyha esetleg kalapálást vagy fúrást hallanátok, akkor ne lepődjetek meg, mert teljes káosz van a házban, úgyhogy bocsánat érte. És esetleg most lesz először, akkor szia, Andi vagyok, és nagyjából 18 éve vagyok a szinkron szakmában, gyerekként kezdtem. Elég sok videó van már fönt szinkronos témában, itt egy lejátszási lista, itt meg tudod nézni őket. De kezdjük is az első ténnyel, ami egy visszatérő kérdés tőletek, ez pedig az, hogy látjuk-e előre a filmet? És röviden a válasz nem. Ezt különböző copyrightos jogi okokból sem látjuk. Életemben egyszer volt olyan, hogy előre megkaptam a filmet, mert egy elég nehéz, lelkileg megterhelő filmről volt szó, és a főszereplő néma volt benne, de a gondolatait lehetett hallani. A fiatal Kristen Stewartnak voltam itt a hangja, és azt előre megkaptam, hogy így jól át tudjak szellemülni. Ez tényleg csak egyszer történt meg. A másik kivétel, hogyha felvétel van, ott nagyon sokszor előre megkapjuk az éneket, de ott sem kapunk hozzá mindig képet, csak hangot. A második tény is egy nagyon hasonló kérdéshez köthető, hogy látjuk-e egyben a teljes filmet a munka során. Itt is az a válaszom, hogy nem, csak azokat a részeket látjuk a filmből, amiben a saját szereplőnk benne van. Ergo, hogyha én vagyok a főszereplő mondjuk, és végigbeszélem az egész filmet, akkor nagyjából látom az egészet, de ugye szoktak lenni a filmekben olyan részek, ahol nincs párbeszéd, csak ugye vágóképek vannak, azt nem szoktuk végignézni. Szóval egyben az a tipikus filmélmény az nincs meg. A harmadik, a hangok, csókjelenetek. Hogy csináljuk? Erről felkerült egy TikTok videóm is, ott elég sűrűn szoktam szinkronos tartalmakat készíteni, úgyhogy most azt bevágom nektek, mert azt tökéletes választ ad erre a kérdésre. Csókjelenet szinkronban. Elég para lenne, hogyha minden csókjelenetnél ténylegesen meg kéne csókolnunk a filmbeli partnerünket a stúdióban, pláne mivel nagyon sokszor a páros jeleneteket nem is együtt vesszük fel, ami ilyen esetekben elég magányos. Szóval, ilyenkor két megoldás van, az egyik az, ha eredetiben maradnak a hangok, vagyis ilyenkor nekünk semmi dolgunk nincs, vagy ha ez nem opció, akkor a kezünk van a segítségünkre. És erre azért van szükség, mert ha simán csak cuppogunk, akkor annak más hangja van, mint amikor a szánk ténylegesen hozzá is ér valamihez. Cuppogás el sem mutatom. Ez nagyon cringe. Halljátok? Egy mini jelenetben megmutatom, de elképesztően cringe lesz. Szóval, mondjuk itt van John, azt mondom Johnnak, hogy szeretem, nevetgélek és megcsókolom kétszer, akkor az mondjuk így néz ki. Nagyon szeretlek, John. Igen. Szóval így működik a csókolózás szinkronban. Ha arra gondoltok, hogy ez milyen vicces és kínos volt felvenni, tényleg így volt. Úgyhogy igen, hogyha nyögésről van szó, ha lihegésről van szó, amikor fut mondjuk egy szereplő, akkor is, ha nem eredetiben marad, akkor nekünk kell megcsinálni, és ugyanúgy állunk a mikrofon előtt, nem futunk, hanem csak lihegünk, hogyha megütnek, akkor sem ütjük meg magunkat, hanem adunk mondjuk egy hangot, hogy ilyenek. Szóval értitek. A következő érdekesség a filmek titkosítása. Amikor egy nagy volumenű filmet, sorozatot szinkronizálunk, akkor az esetek 99,9%-ában van valami vízjel a képen. Ez nyilván a copyright miatt is van rajta, ne lehessen kalózkodásból feltölteni. Ez meg tudja nehezíteni a mi munkánkat is, mert például anno a Game of Thrones-nál alapból ugye sötét a kép, pluszba ehhez még fekete-fehérbe volt, volt rajta egy hatalmas HBO vízjel, volt rajta még azt mondom, hogy X is áthúzva, pluszba a stúdiónak mindenféle ilyen adatok, szintén ilyen szürkésen, és ehhez nyilván az első jelenetem szinte az volt, amikor, spoiler, hogyha nem láttátok, akkor kicsit némítsátok le, amikor ugye szegfű szül, magyarul annyit hallok, hogy üvölt a szereplőm, nem látok kb. Semmit, csak a vízjeleket, úgyhogy elég izgalmas volt. A másik, talán legextrémebb, amivel találkoztam, az a War Horse-nál volt. Ebben a francia kislány vagyok, és az egész filmet úgy vettük fel, hogy fekete volt az egész kép, nem lehetett látni semmit, kivéve a saját szereplődnek az arca egy ilyen körben az nem volt fekete, és kb. Csak azt láttad, hogy egy lebegő fej megy ide-oda, és hát a szövegkörnyezetből és a rendező segítségével tudtuk kisilabizálni, hogy végig mi történik így a jelenetben, milyen a hangulata, úgyhogy olyannal nem találkoztam azóta. Talán a Star Wars-nál volt egy kicsit hasonló, de nem akarok hülyeséget mondani, de az nagyon durva volt. Az ötödik érdekesség, amikor a film még nincs készen, amikor szinkronizáljuk. Ez általában nagyobb mozifilmek esetében szokott előfordulni. Animációnál kifejezetten mókás, amikor még nincs befejezve az animáció, és azt látjuk, hogy a szereplőknek még ilyen kiforratlan arca van, van olyan jelenet, amikor tökéletes minden, van, amikor még kicsit robotosan mozognak, a háttérben számok vannak, hogy milyen
különböző panelek lesznek még oda így bepakolva, úgyhogy ez nagyon érdekes tud lenni, főleg amikor mondjuk akciójelenetnél szétesik a kép, de például a demónánál is az volt, hogy nem a végleges vágás, fényelés és hangsávok voltak a kópián, amire dolgoztunk, és ennek az volt az eredménye, és ez sokszor előfordul, hogy nagyon sok pótra kell visszamenni, mert tegyük fel, utólag bevágtak még egy nevetést, utólag bevágtak egy olyan jelenetet, ahol még mond egy plusz mondatot, vagy egy más kameraszöget raktak be végül az egyik jelenetbe, ahol egy picit másképp beszél. Úgyhogy így sokszor van, hogy utólag vissza kell menni és ezeket kijavítani. Ja, és például a demónánál mondjuk pont a CGI-ok nem voltak még készen, és nagyon izgalmas volt látni, amikor a pótokra visszamentünk, akkor pedig már kész voltak, és így hát nyilván mennyivel jobban néztek ki. Nagyon durva. A következő, hogy hányan vagyunk a stúdióban felvétel közben. Gondolhatná azt az ember, hogyha van egy pár beszéd, akkor azt nyilván azzal vesszük föl élőben, akivel folyik a párbeszéd, azzal annak a szereplőnek szintén a szinkron hangjával. Régen ez abszolút így volt, volt egy olyan, hogy hatan is voltunk a stúdióban, egy szappanoperánál, és akkor iszonyú hosszú volt a felvétel, mert akkor nyilván nem csak az én jeleneteimet vettük föl a filmből, hanem mentünk sorba, és akkor jó, én lehet, hogy ültem negyed órát, volt, hogy akkor más dolgozott, úgyhogy egy picit ilyen táborozós családi hangulata volt, amit amúgy nagyon szerettem, de ha belegondolunk, egyáltalán nem volt idő hatékony a dolog, úgyhogy a legtöbb esetben mostanában, főleg a vírus óta, egyedül vagyunk a stúdióban, a párbeszédeket is egyedül vesszük fel, én a fülembe halva az angolra válaszolok magyarul, ez teljesen megszokott, abszolút nem furcsa nekünk, és mivel fele annyi ember van a stúdióban, így fele annyi az esélye annak, hogy bakizik valaki, így gyorsabban haladunk. Csak hát nyilván a rendezőnek és hangmérnöknek duplán, triplán sokszor meg kell néznie ugyanazt a jelenetet, amikor másokkal is felveszik. A hetedik, hogy az esetek nagy többségében fogalmunk sincs, hogy milyen szinkron munkára megyünk. Hogyha van egy fix sorozat, amit veszünk hetente, két hetente, akkor nyilván tudjuk, meg vannak olyan filmek, amiknél előre mondjuk tudjuk a címet esetleg, de az esetek nagy többségében csak úgy hangzik a diszpó, hogy mit tudom én, csütörtökön 11-től 12-ig gyere. És így jó, fogalmam sincs, hogy mire. Meg nagyon sok esetben van, hogy nem egy filmet veszünk egyszerre, egy sorozatot, hanem több projektben is dolgozunk, például hangalámondásoknál van, amikor veszünk a Tini Mamiból mondjuk két részt, utána átmegyünk valami bűnügyibe, a harmadiknál meg mondjuk van két mondatom, mint pincérnő, és fogalmam sincs, hogy mi az adott film. Úgyhogy a legtöbb esetben meglepetés, hogy mi az adott munka, amire aznap megyünk. A nyolcadik tény a munkák hosszára vonatkozik, és gondolná az ember, hogy egy-egy szinkron munka akár 2, 3, 4, 5, 6 órás is lehet, és igen, volt már ilyenre példa, de az esetek többségében van, hogy csak fél órára megyünk, vagy 3/4 órára, és van, hogy csak szó szerint 1 percre, mert mondjuk egy sorozatban visszatért a szereplőnk, egy mondatra. És hát azt is nekünk kell elmondani, nem mehet be más helyettünk, és akkor csak annyiból áll, hogy oda megyünk, elmondjuk azt az egy mondatot, és megyünk haza. Az utolsó előtti tény a castingokra vonatkozik. A legtöbb nagyobb sorozatnál, mozifilmnél a rendező kiválaszt X hangot, aki jön a castingra, viszont nem ő dönti el ezek alapján, hogy ki kapja meg a szerepet, hanem a legtöbb esetben külföldre a gyártóhoz küldik ki ezeket, aki ugye nem tud magyarul, szóval nem azt nézi, hogy milyen szépen ejtjük ki esetlegesen a szavak végét, vagy mennyire tisztán beszélünk, hanem hogy hangulatában, hangszínében mennyire illik a hang az adott szereplőhöz. Úgyhogy ilyenkor a döntés az ő kezükben van. Viszont előfordul az is, hogy tetszik a hangod, viszont valami nem tetszik mégse, és akkor újra el kell mondanod, esetleg visszaküldik még egy körre, hogy még egyszer mondd fel. Azt hiszem az agymanóknál volt, hogy 2 vagy akár 3 castingot is bekértek tőlem, mire végre rábólintottak, hogy jó, legyek én meg így. Jaj, nagyon szerettem azt a filmet. Az utolsó tény pedig a hangképzési technikákra vonatkozik, mert nagyon sokan azt hiszik, hogy rajzfilmeknél, amikor elkezdünk ilyen hangon beszélni, akkor a számítógép csinálja, de igazából csak feltoljuk a hangunkat, meg ki ahogy csinálja, és nem az van, hogy felpicselik a hangunkat nagyon magasra. Jó, az Alvin és a Mókusoknál így van, szóval vannak kivételek, de amit hallotok, úgymond rajzfilm hang, az általában a színészeknek ténylegesen a saját hangja, csak más technikával képezve. A végén is értem a 10 ténynek, hogyha bármire még kíváncsiak vagytok, amiből szintén esetleg egy 5-10 pontos ilyen tényvideót összetudok rakni a szinkronnal kapcsolatban, akkor kommenteljétek, és ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok!